megpróbálunk önöknek segíteni abban, hogy gyermeküknek talán a lehetőségekhez képest a legjobb általános iskolát válasszák ki. A mai adásban az EGRI Kemény Ferenc Általános Iskola fog bemutatkozni önöknek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az intézmény igazgatóját, Kékesi Lászlót, Szandrik Anikó tanítónénit, Berecné Demkó Szilviát és Kisné Bendó Erzsébetet. Jó estét kívánok, köszöntjük, köszöntöm önöket itt a stúdióban. Jó estét kívánok. Igazgató úr, szoktuk kérni mindig, hogy az intézményvezetők egyfajta kortes beszédet mondjanak az iskoláról, illetve egy picit vázoljuk föl, hogy miért is érdemes az EGRI Kemény Ferenc iskolát választani. Miért a Kemény Ferenc iskolát kell választani? Aminek igazából a hivatalos neve Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola. Így van. A nevünkben benne van, hogy preferáljuk a sportot, az egészséges életmódot. Igazából a történetünk valamikor a 70-es években kezdődött a sporttagozattal. Aztán, mikor a 80-as, 90-es években rájöttek az emberek, illetve a pedagógusok, hogy nem biztos, hogy az az egyetlen oktatási mód, amit konzervatív oktatásnak szoktam én nevezni, és még sajnos mindig megtalálható rengeteg helyen, elkezdtünk gondolkodni, hogy hogyan kellene másképp csinálni. Azt tudtuk, hogy a nagyugrások Magyarországon nem működnek. Tehát az alternatív iskolák tevékenysége borzasztóan szimpatikus, nagyon-nagyon gyermekközeli, de mi úgy gondoltuk, hogy azért a magyar oktatási rendszerben van egy olyan követelmény igény a szülők részéről is, amit nekünk figyelembe kell venni. Hiszen az általános iskoláknak a nyolcadikos kimeneti igény az az, hogy a lehető legjobb középiskolákba menjenek a gyerekek. Elkezdtünk keresgélni, és megtaláltunk egy olyan programot, amelynek nincsenek szigorú korlátai, és az a most már 22. éve működő Énaplán program. Úgy gondoltuk akkor, hogy azzal, hogy nem a hagyományos osztálykeretekben és az osztályformákban dolgoztatjuk a gyerekeinket, az biztos, hogy jobb lesz és könnyebben jönnek iskolába. Ezt az óvodákban megszokták azt, hogy kis csoportokban vannak, kis asztalok csoportban vannak rakva és ott ülnek egymás között, vagy szőnyegen játszanak. Ha valaki bejön az iskolánkba, megnézi az alsó tagozat osztálytermeit, ezt mind megtalálja. Csoportban dolgoznak a gyerekeink, és szőnyegek vannak letéve az osztály közepén, ahol beszélgetnek, de erről majd a kolléganőim tudnak többet beszélni, hisz ők gyakorlatban is ezeket a dolgokat csinálják a gyerekekkel. Utána gondolkodtunk azon, hogy a 5 fokozatú skálával, tehát 5 számjeggyel értékelés, az borzasztóan szűk kört ad a lehetőségekben. Mi elkezdtünk keresgélni, és nagyon sok nyugat-európai ország értékelési rendjét is áttekintettük, és rájöttünk, hogy a szöveges értékelés sokkal, de sokkal személyre szólóbb. Mi nem azt a szöveges értékelést alkalmazunk, amit kötelezően valamikor az oktatási kormányzat bevezetett, hanem mi nagyon részletes értékelést adunk a gyerekek egyéniségéről, tevékenységéről, illetve a tantárgyi tevékenységéről is. Mi nem azt írjuk rá a szöveges értékelésre, hogy jól megfelelt, kiváló vagy fejlesztése szorul, hanem a kollégáim nagyon-nagyon részletes értékelést adnak a gyerekekről, és ha a szülők ezeket figyelmesen végigolvassák, tudhatják, hogy a gyermeknek az iskolai tevékenysége milyen. A harmadik dolog, ami nagyon fontos volt szerintünk, hogy tervezzük a heti tevékenységét a gyerekeknek, ez pedig a heti terv. Második évfolyamtól kezdődően negyedikig mindenki felvállalta a heti tervet. A felső tagozatban 5.-6. évfolyamon a jénaplános osztályunk dolgoznak heti terv alapján, bár van olyan nem jénaplános osztály is, aki megtartotta a heti tervet, mert úgy érezték a kollégák, hogy a gyerekek a heti tervezés fokozataiban tudnak tevékenykedni. Amikor beütött a Covid, és bezárták az iskoláinkat, mi hihetetlen jó helyzetben voltunk azzal, hogy a gyerekek tudták, hogy a heti terv alapján hogyan kell dolgozni. Akár a kréta, akár a Classroom felületén azonnal megtalálták a feladataikat, tudták, hogy mit kell csinálni, és az adott sorrendben, hogy ők megtanulták, elvégezték a feladataikat. Hát én azt gondolom, hogy ezek azok a pontok, amelyek Eger egyetlen iskolájában sem találhatók meg. A tesi tagozatról tulajdonképpen annyit tudnék elmondani, hogy közoktatási típusú sportiskola voltunk 2007-től, majd egy kicsit a köznevelési törvény átalakításával köznevelési típusú sportiskola lettünk, tulajdonképpen ugyanaz a programunk,
külön programmal, külön tevékenységgel foglalkozunk, erre kapunk országos támogatást. Mi úgy gondoltuk, hogy legigazságosabb az, hogyha mi az összes tanulónkra kidolgozott programot alakítunk ki, ez pedig egy úszásprogram. Van egy kötelező úszásoktatási feladata az EGRI Tankereti Központnak és ezáltal a központhoz tartozó iskoláknak, de mi úgy gondoljuk, hogy az a 2-3 alkalom, amíg a gyerekek el tudnak menni úszni egy-egy ciklusban, az alkalmatlan arra, hogy úszni tanuljanak. Mi 2 évig tudunk minden osztályunknak úszásoktatást biztosítani, heti egy-egy alkalommal, illetve a tesi tagozatos osztályunknak heti 2 alkalommal. A 2 éves program azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden gyerekünk megtanul úszni. Nyilván vannak extrém helyzetek, tudjuk, hogy esetenként lehetséges, hogy egy gyerek valamilyen oknál fogva nem tanul meg, de azt mondom, hogy 99%-ban megtanulnak úszni a gyerekeink, és a jelentős többsége pedig 3 úszásnemben. Biztonsággal tudnak a vízben tevékenykedni. Ami azt gondolom a mai világban egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez a program kapcsolódik egy vízilabda utánpótlás programhoz is, hiszen harmadiktól a szülők választhatják, hogy a 5 testnevelés óra 2 választható keretéből ők választanak-e vízilabda programot. Uh-huh. És akkor a vízilabda edzők tartanak a gyerekeknek foglalkozást, a többieknek tesi óra van a testnevelő tanárunk irányításával. Az, hogy mennyire hatja át a iskolát, a jénaplán és a sport, minden testnevelő tanár, minden osztály testnevelő tanár tanít, 1-től 8-ig. Lehetőség szerint próbálunk úgy haladni velük, hogy mindig ugyanaz a testnevelő tanár maradjon az osztály mellett, nagy többségében ezt meg tudjuk tartani. A tanítók pedig 4 évig tanítják az osztályokat. Nem csak amiatt, mert a jénaplán programnak van egy ilyen menetrendje, amit én azt gondolom, hogy minden kolléga magának tud kialakítani, hiszen egy rugalmas programról beszélünk, hanem én azt szoktam mondani, hogy megérdemli a tanítónéni azt a jutalmat, hogy elsőtől kezdett munkának a gyümölcsét 4. év végén láthatja. Azért meg lehet nézni, hogy elsőben elkezdett munka, 4. hova jut el. Gyönyörű eredményeket érnek el a kollégáim, ez nyilván minden iskolára jellemző. Nálunk ez külön élmény mindig, amikor egy jénaplán programban felnővő gyerek hogyan tevékenykedik. Adjuk át egy kicsit a szót most a tanítónéniknek, a leendő elsős tanítónéniknek. Egy kicsit talán ismertessük meg, én azt kérem a nézőkkel ezt a bizonyos jénaplán módszert, ugye, hogy miért jó ez. Személyes érintettségem is van az ügyben, nem titok, hiszen az én gyermekem is ugye itt tanult, és ezzel a módszerrel tanult. És egy kicsit be is kéne mutatkozni. Egyébként 3 osztály indul jövőre? 3 osztályt tervezünk 3 osztály erre az évre. Bízom benne, hogy gond nélkül el tudjuk indítani. Szuper. Hát akkor tanítónénik, átdobom a labdát, jó? Köszönöm. Üdvözlök mindenkit, Sandrik Anikó vagyok. Jelenleg 4. A osztályon van. Én leszek az első tanítónéni a jénaplán osztály, tehát mi 6 évig, bár a gyerekeim 6 évig fognak ezzel a programmal dolgozni, és én egy kicsit csatlakoznék, ha jénaplán van, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy több mint 20 éve szerintem az egész régióban először ismertük fel azt, hogy a 21. századi gyerekeknek teljesen más készségekre vannak szükségeik, és a hagyományos oktatási rendszer ezt nem képes biztosítani, és valóban nagyon sok munka volt, amikor a jénaplán pedagógiát adaptáltuk, vagy a jénaplánt adaptáltuk a mai oktatási rendszerre, mert nagyon sok szakmai megújulást jelentett, a teljes pedagógiai eszköztárunkat át kellett alakítani, és ez mai napig tart a kollégák, tehát ez a folyamatos megújulás. Fejlődés. Uh-huh. Igen, és azért így 21 éve ezelőtt megéreztük azt, hogy itt lépni kell, és ezt szerintem nagyon gyönyörű eredmény, hogy mai napig ez így megy is. Az én osztályom jénaplános, és hogy mit jelent akkor a jénaplán egy osztály életében. Mi a jénaplánban 4 alapműveltség van. Az határozza meg a teljes hetünket. És mielőtt a kicsikkel találkozunk, mi minden nyáron össze szoktunk jönni. Tehát, hogy találkozunk valahol a szülőkkel, a gyerekekkel, tavaly mackót vartunk együtt, és azt a mackót ölelgették az évnyitón. És már ismerték egymást a gyerekek. Mert hogy már találkoztunk, mert eleve innen indítunk, hiszen nálunk a családdal való kapcsolat nagyon fontos. A 4 alap műveltségi terület, vagy alaptevékenységünk, tehát a beszélgetés, minden osztály, minden reggel beszélgetőkörrel kezd, nagyon szeretnek a szőnyegen kucorodva
elmondani az élményeiket, persze sokszor ezért irányítgatjuk is, de meghallgatjuk őket, de nagy osztály létszámaink vannak, sokan vannak. Itt tanulnak azért szabályt, tehát hogy a kommunikáció, hogy megvárom a másikat, és itt játszunk is, a másik a játék. Nagyon sokat játszunk, de ez nem ilyen öncélúan, hanem azért ezek didaktikus játékok, stratégiai játékok. Nagyon-nagyon élvezet a kicsikkel, tehát tényleg az embernek a szíve is... Ilyenkor mi felnőttek is egy kicsit gyerekek. Igen, olyan jó gyerek, visszamenni, gyerek, még ha így most annyira mi fiatalok vagyunk is, de nagyon jó visszamenni, és közéjük, és tehát azt is látni, hogy 4 év alatt mennyit változtak. Teljesen más játékok, más mesék. A munkánk az ugye a heti terv szerint, a kicsiknél napi terv van, tehát minden reggel látja, hogy mi fog történni aznap, ilyen játékosan rajzzal dolgozzunk, és első perctől kezdve csoportban ülnek. Tehát nálunk nincs ez a hagyományos 3 padsor, minden osztályunk, most a saját, vagy szeretném megmutatni, úgy csoportban, és már az első naptól tudnak csoportban dolgozni a gyerekek. Ezek nem csoportmunka, bocsánat, kooperatív csoport, mert nem ugyanaz. Projektekben dolgozunk, tapasztalati tanulás, tehát mindent kipróbálunk, együttműködünk, beszélgetünk, tehát azért, ha bejönne valaki, egy kicsit úgy lehet azt mondani, hogy ez nem, mert azért egy zsongás mindig van. Igen, van egy kis zsongás. A munkákban pedig még, ami fontos, hogy az én osztályom, ők mi használjuk a szorobánt, mint japán eszköz, tehát ez egy kicsit a 21. század, és visszamentünk 5-600 évet a japán szorobán eszközzel számolunk, ezt mi használjuk és szeretjük, és a következő az ünnep. Tehát az is ünnep, hogy együtt lehetünk. Tehát itt most nem az állami ünnepekben, hanem hogy a hétfőt megkezdjük, hogy elmegyünk pénteken. Ehhez olyan tanítópár is kell. Én már ma számolgattam, hogy jöttem ide, hogy 20 éve együtt dolgozom Mártikával, és nagyon, 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 igen, megegyeztünk. Hát ez az összeszokottság. Több éve, vagy sok éve dolgozunk együtt, mert hogy hasonló elvek. Nagyon fontos az, hogy a tanítópárok hasonló elvekben dolgozzanak, és még egy, és nagyon fontos az, hogy a szülőket beengedjük. Beengedjük a projektbemutatókra, családi napokat szervezünk. Tegnap, hogy csatlakozzak itt a Covid-hoz, hogy végre behívtuk a szülőket szülői értekezletre, és levettük szabad ilyet éve, a maszkot, és végre láttuk egymás szemét, arcát. Nagyon jó érzés volt. Menjünk tovább, mert rohan belünk az idő, és nehogy kimaradjanak a tanítónénik még. Erzsike néni. Hát én Kisné Bendó Erzsébet vagyok, 25 éve vagyok a pályán, ebből 15 éve tanítok itt az EGRI Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskolában. Legelején tesit tanítottam, tesi tagozaton tanítottam, nem tesit, tesi tagozaton tanítottam, aztán 2 évet jénáztam, aztán egy kis szünet következett, és utána 6 évvel ezelőtt fölkért az igazgató úr, hogy akkor legyek a 3. C-osztálynak az osztályfőnöke, tanítónénie. És 6 évvel, tehát tulajdonképpen 6 éve dolgozom együtt a jelenlegi munkatársammal, hasonló nézeteket vallunk, tehát hasonlóan gondolkodunk tényleg, és nekünk az alapelvünk, a hitvallásunk a szeretve tanítás. Szeretve tanítás, amikor beérkeznek a gyerekek első osztályba, tehát mint a tyúkanyó, fogjuk körbe őket, és terelgetjük őket. Én úgy gondolom, hogy mint ahogy Anikó elmondta, kapcsolódunk mi is a Jénaplán reformpedagógiához, és a 4, amit elmondott Anikó, a 4 műveltségi alapformához, alaptevékenységhez kapcsolódunk. Mi is ugyanúgy körbeszélgetéssel kezdjük a tanórát, családias légkört alakítunk ki a tantermekben, játékok vannak, könyvek vannak a polcokon, bármikor levehetik, a szőnyegen játszhatnak, illetve... Igen, ezek azért nagyon fontosak, főleg ebben az átmenetben, ugye az óviból kikerülve, igen, igen, azért igen. Ne hirtelen egy ilyen szigorú igen, merev helyzetbe kerüljenek a gyerekek, mindenképpen fontos. Aztán ugye tehát ezen történik, a szőnyegen történik a beszélgetés, utána következik ugye a játék, amit Anikó is mondott, hogy nagyon fontos ugye ráhangolódni a munkára a játékok segítségével, és a játékok segítségével a szabályokat is
megtanulják a gyerekek a szabályokat, illetve a tananyagot is sokkal könnyebben, ha játszva tanulják meg, sokkal könnyebben elsajátítják. Szép mondom. És akkor még tanító néni, adunk egy pár percet, jó? Mindenképpen. Beresznyi Demkó Szilviának hívnak, a tanító párommal, Ádám Barnabás név Alival várjuk az első B-osztályba a testnevelés tagozatra leendő elsős kisdiákokat. Azt elmondhatom, hogy mindkettőnk mögött közel 30 év pedagógiai tapasztalat van, úgyhogy ez idő alatt egy jó párszor már sikerült az óvodából érkező kisgyermekeket beengedni az iskola kapuján, és 4 évig végigkísérni őket a tudás birodalmába, és megmutatni nekik a számok és a betűknek a világát. Mindketten óvodapedagógiai ismeretekkel is rendelkezünk, és azt gondolom, hogy ez megkönnyíti, ez a tapasztalat megkönnyíti azt, hogy az óvoda és az iskola közötti átmenetnek a nehézségeit egy kicsit kiküszöböljük, és segítsünk ebben a szülőknek. Mert nyilvánvaló, hogy ez egy örömteli pillanat a családok, a kisgyermekek számára, de ugyanakkor ez egy kihívás. Így van. Igazgató úr, néhány praktikus dolgot azért még tisztázunk. Ugye sportiskolai iskoláról beszélünk, ugye Szilvia elmondta, hogy ott lesz a sport tagozat, de gyakorlatilag például a nyelv az milyen hangsúlyt kap az iskolában, a nyelvtanulás, az idegen nyelvtanulás? Mi azt valljuk, hogy először a gyerekek tanuljanak meg magyarul olvasni, írni, az alap tevékenységükben ez legyen benne. Legyenek biztosak. Legyen egy biztos bázisuk, amire építkezhetnek majd idegen nyelven. Harmadikban kezdődik el az idegen nyelv oktatás, heti 2 órában a mi iskolánkban, majd heti 3 órában a 4. évfolyamon, utána pedig csoportbontásban heti 3 és 5 órában az 5. évfolyamtól tanulhatnak a gyerekek idegen nyelvet, angolt és németet. Hetedikben felkínáljuk a lehetőséget a gyerekeknek második idegen nyelv tanulása szakköri formában. Tehát ha hetedikben úgy érzi egyik szülő, hogy felkészül a középiskola kétnyelvű tevékenységére. Igen, mert most lassan az alapkövetelmény lesz, hogy egy diplomát is, hogy... Mi megadjuk a lehetőséget, hogy aki angolt tanul, az németet tanulhasson szakköri formában, 7.-8. évfolyamon és fordítva is. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb tevékenységek közé tartozik az, hogy a mai fiatalok, a mai gyerekek idegen nyelven tudjanak kommunikálni. Én azt gondolom, és a legfontosabb a verbális kommunikáció. Így van. Tehát mi próbáljuk ezt szorgalmazni, erősíteni. Bízom benne, hogy egyszer majd el fogjuk érni azoknak az országoknak a teljesítményét, ahol valamilyen úton, módon ez sokkal jobban megy. De bízom benne, hogy nálunk is majd így alakul Magyarországon. Elszaladt az időnk, úgyhogy arra van most már csak időnk, hogy tényleg 2 mondatban elmondjuk, hogy hol lehet az iskola iránt érdeklődni, és hol lehet jelentkezni, milyen formában. Igen. Jó? Bocsánat, én mondanám akkor. Jó. Hoztunk mi azért anyagot, és még egy programunkat szeretnék megemlíteni. 3. éve csináljuk, ez pedig az úgynevezett 7 szokás program, vagy életróló program. Ez egy módszertani életmódvezetési program. Franklin Covey 7 szokás programján alapul, a Sikeres Felnőtt 7 szokás a címen indult el, amit általános iskolai szintre átformálva tudunk kínálni a szülőknek. Erről szeretnénk a szülőknek sokkal többet mondani. Azt tervezzük, hogy jelenléttel, hogy találkoznánk a szülőkkel március 19-én szombaton. Kvázi, mint egy nyílt nap akkor. Igen, 9 órától várjuk a szülőket, az érdeklődőket, a gyerekeket az iskolánkba, és akkor bemutatkoznánk személyesen, megmutatnánk a tantermeinket, a kolléganők tartanának ilyen kis bemutatóórákat, nem teljes osztálylétszámmal, kevesebb gyerekkel, megismerkednének, és ezt a programot is beszeretnénk mutatni, mert én úgy gondolom, hogy 3. éve működik, és a gyerekeinken ez a tevékenység már érzékelhető, és ez is hozzátesz valamit a felnőtté váláshoz, nyilván elsőtől felmenő rendszerben folyamatosan. Illetve a szülőknek szeretném a figyelmét a március 19-én kívül felhívni arra, hogy a YouTube csatornán 2 referenciafilmünk van, amik a mentorálóiskola és az egyéb tevékenységeink, tehát pályázati tevékenységeinken készült filmek voltak. Én elhoztam a linkjét, nem tudom, a kamera rá tud-e menni, ha nem, akkor csak beírják a keresőbe a YouTube-on, hogy Kemény Ferenc iskola, és akkor ezek a filmek ott vannak. A beiratkozás az központilag adott,
áprilisban találkozunk a szülőkkel beiratkozás, illetve már nem is, mert elektronikusan megy a beiratkozás is. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt két évben ez nagyon szépen működött, bízunk benne, hogy gond nélkül ugyanígy fog történni. Tehát várjuk a szülőket március 19-én 9 órától a Kemény Ferenc Sportiskolai Általánoskolában, a Kodály Zoltán utcában. Hát azt hiszem, hogy ennél részletesebben el se lehetett volna mondani. Igazgató úr, tanítónénik, nagyon szépen köszönjük, és nagyon sok sikert kívánunk a leendő elsősökhöz. Köszönjük szépen.